Befejezetlen képek, elnagyolt ecsetvonások, az erkölcsi mondani való hiánya. Ilyen és ehhez hasonló minősítésekkel illették a kritikusok az impressionisták bemutatkozását, akik 1874 és 1886 között mintegy 8 közös kiállításon tárták szélesebb közönség elé munkáikat Párizsban. Míg a kritikusok becsmérlésnek szánták véleményüket, a művészek örömmel fogadták e szavakat, s büszkén viselték 1877-től az impresszionista megnevezést. Az impresszionistáknak ez a fajta érzéki benyomás, ahogy mi érzékeljük a világot hirtelenjében, kizárva minden tudást, hagyományt, ami a fej és az eszünket, amennyire lehet, ezt a fő erényüket, hogy úgy mondjam, a romantikától is veszik, látható volt Munkácsinak a több értelmezése, és egy Turner képet hadd idézzek meg, amelyik a romantika a híres nagy festője, és abszolút impresszionista előkép, ez egy vágtató mozdony, amelyik a atmoszféra vibrálásában, a fény erős vibrálásában hasítja át a teret. Itt ez még egy romantikus kép, Turner, de simán lehet impresszionista, de még azt mondom, hogy még a 20. századi modernbe is beleférne Turner. Ugye egyet lapozva a sokat emlegetett Munkácsi képet mutatnám be, nagyon hasonlatos a gondolkodás módja magának a Turnernek, és ugye itt Munkácsinak, és hogy aztán ugorjak az indítóképre, a felkelő nap impressziója Monet képre, amelyik megjelent akkor ott az 1874-es kiállításon, és jól látható, jól érzékelhető talán, hogy a Turner kép, a Munkácsi kép és a francia impressionista alkotásként, ugye első vagy névadó alkotásként Monet képek között nagyon nagy áthallás van. Egy elmosódó, foltszerűen dolgozó, a pillanatot megragadó ábrázolásmód, ahol a legfőbb érv, vagy a legfőbb kíváncsiság és kutatási irány az ő szemükben az, hogy a pillanatot, amit éppen most érzek ezek között, a fényviszonyok között, éppen ilyen érzelmi állapotban, éppen ilyen hangulatot próbálok elkapni, azt milyen eszközökkel, festői eszközökkel tudom megragadni, milyen módok vannak arra, hogy én ezeket, ezt a hangulatot, ezt a pillanatnyi érzelmi és fényviszonyokat, hangulati elemeket, ezeket rögzíteni tudjam a pillanatban. Ezért nagyon gyorsan festettek, vagy legalábbis jó részük gyorsan festettek, sorozatokat készítettek, hogy ugyanazt a dolgot más-más fényviszonyban és hangulatokban ábrázolni tudják, és ezáltal minél nagyobb a létnek egy minél nagyobb darabját tudják meg rögzíteni, bemutatni, feltárni. Az impresszionisták szemében az érzéki benyomások és a világ lényegisége szorosan összefonódik. Amit épp érzékelnek, tapasztalnak, abban a pillanatban a valóság lényegét jelenti számukra. Nem a rációban, a tárgyilagosságban, a hagyományokban keresik azt, ami megragadható a világból, hanem abban, amit érzékszerveikkel tapasztalnak. A szubjektivitás, az érzéki benyomás egyik oldalról egy nagyon fontos terep, a másik pedig ez a téma nélküliség, a hagyomány iránt érzéketlenség, sőt, annak elutasítása. És ezzel a modern, nagyon kimondottan elindul a modernség, vagy legalábbis a premodernnek egy nagyon-nagyon megfogható korszaka az impresszionizmus. A legnagyobb alakja egyébként ugye Manet-val indít, ő a nagy mester, de Monet volt, Renoir, Degas, szerethető bohém emberek, akik szerették az életnek a hangulatait, a derűjét megragadni. És hogy egy képeket is mutassak magára az elmondottakra, egy Monet festmény sorozat található, ami 30 festményből áll. A Rueni katedrális homlokzatát ugyanabból a nézőpontból festette meg. Homályba, háttérbe vész maga a tárgy. A tematika, a tárgyiság nem fontos. A hangulat a lényegesebb. És 30 különböző napszakban festi meg ugyanazt a részletet, azt a kiragadott kis részletet, jelezve, hogy mennyire változik a világ, maga az érzéki valóság és a valóságunk avval, ahogy a hangulatok és a fények is megváltoznak. És ezért el kell kapni, el kell csípni ezt a pillanatot. Hozzáteszem, fotoművészetekkor indul. Fotoművészetben is, itt például ez az alkotás, vagy a következő, csak még egyet a sorozatból kivágtam még ilyen képet. Fotoművészetben ugye ismerjük azt, amikor megyünk így kirándulni,
családdal, és akkor lövünk szerte szét. És általában a képek nem olyan komponáltak. Sokszor nem az van bennük, hogy rögzítsük magát az épületet, hanem érzünk valamit ott a helyszínen, valami vibrálást. Ezt okozza a fény, az ízek, illatok, a hangulatok és maga a zaj, ami körülöttünk lesz. Ugye a fénykép ezt nem tudja visszaadni a maga objektivitásába, de ezért mindig törekszünk arra, hogy hogy legyen rajta zaj is. Hogy legyen rajta a pékségnek az illata is abban a látványban, és abban az épületben, amit akkor mi abban a pillanatban érzünk. És valahogy úgy próbálunk kiszakítani, nem komponálunk úgy, nem az a mindenki ide álljon és oda álljon, hanem elkapjuk a pillanatot. Összegezve talán, tehát néhány képet még felidézve, felmutatva, azt lehetne az impresszionistákkal kapcsolatosan megfogni, hogy életszerető, hangulatot megragadó, az életnek az elillanó, és soha vissza nem térő, és ezáltal a lényeg is elillan az életünkben, ezt nem örökítjük meg, ezt akarták valahogy megragadni. És ehhez technikailag keresték az eszközt. Nem lehet a pillanatot úgy megragadni, hogy bemegyek egy műterembe, előmodellezem, vázlatokat készítek, és utána szépen perspektívikus ábrázolásban a három dimenziót imitálva, két dimenzióban én azt megszerkeztem, megfestem. Ezt nem lehet. Ki kell mennem a napfénybe, ahol vibrál, ahol élmény ér engem, és minél gyorsabban, minél vastagabb ecsetvonással ezt el kell csípnem. Úgyhogy ez a plenér festészet, ami a Pál Lászlóval kapcsolatosan volt szó, Fontainebleau erdőben, Barbizoni iskola többek között, az is nagyon erősen hat rájuk. Így jól lehet látni például ezeket a szép foltokat, ahogy a víztükre megmutatkozik magában a képben. És az egyik kedvencemmel szeretném zárni, ez pedig Renoir egyik alkotása, ahol a tömeg, a hangulat, a feeling tényleg jelenik meg. Az emberek beszélgetve, táncolva, valamilyen módon nincs itt szó történet Horáciuszok esküjéről, Napóleon hogy győzi le Oroszországot, és a világban milyen heroikus nagy filozófiai és egyéb ideológiai eszmék uralkodnak, semmi. A boldog, éppen aktuális társaság, ami az életünknek nagyon fontos elemei. Egy személyes példát hadd idézek, nagyon nehéz megragadni ugyanis ezt a fajta festészetmódot. Személyes példát hadd mondjak, egyik barátunk örömüveget gyűjt, vagy örömüveget készített, és mindig beledobja azokat a kisfiával, így felírják azokat az esti nappali élményeket, ami őket érte. És évvégén kibontják, hogy elolvassák azokat azt a több száz kis apró élményt, amelyik így elillant az emlékezetünkben. Mi is úgy ragadjuk meg a múltunkat fejünkben, hogy azokat a döntő pontokat tudjuk emlékezetünkbe vésni, ami valami fordulat, valami történetileg megragadható eleme volt az életünknek, epizódja az életünknek. Az ilyen kis apró, finom hangulatok azok eltávoznak az életünkből sok esetben. És ezért mondjuk örömüvegbe kis papírra fel lehet írni. Renoir főleg egyébként Degas is valahogy az impresszionisták nekem pontosan ezt az érzést, ezt a hangulatot keltik, megragadni az örömüveg, azokat a pillanatokat, amelyek olyan szépen beleilleszkednek az életünkbe, megadják az egésznek az alap tónusát, és mégis így eltűnnek. Hozzáteszem, pont ez lesz az a pont, amiben az impresszionizmus ki is fárad majd, mert akkor minden pillanatot meg kéne elragadni, és aztán sorozatokat gyártani, ez az egyik probléma, de a másik oldalon inkább az, hogy majd megszületik egy olyan, hogy ami elillan, abban nem lehet ott a lényeg. A lényegnek állandónak kell lenni, tehát a valóság lényegisége impresszionistákkal ellentétben, majd a posztimpresszionizmusban, például a Cézannál az lesz majd, hogy azt ragadja meg, amely a változó világban, a folyamatosan mozgó és változó világban mindig ott van, csak nem feltétlenül érzékelhető elsőre.